Muzsján él a Dudás család albérletben. A családban csak Györgynek, a családfőnek van állása. Ő egy nagybecskereki cipőgyárban dolgozik, ahol többségében sérült embereket foglalkoztatnak. 24-25 ezer dinár fizetés, abból élünk, 6 család, mert 4 gyerekben én vagyok a feleségem. 20 év házasában vagyunk. Behosszuk, és akkor is kicsit szegényesen, de... Szegény vagyok, szegények születtem. Az én babám, az én babám, falu lepsze lánya. Valentin jövőre induló óvodába, Norbert 5-es. A 16 éves Dávid születésétől kerekesszékhez van kötve. Epilepsziás rohamai is vannak. Naponta viszik a sérült gyerekekkel foglalkozó nagybecskereki központba. A hideg idő beálltával pedig külön odafigyelnek arra, hogy mindig fűtött legyen a ház. Amit kapok, elmén az orvoság pelénkákra is, meg az önnivalóra, amennyit bírok, beveszök nekik, hogy mivel, hogy nem, én nem bírok menni dolgozni, egy 24 órát vele vagyok, nem lehet itthon neki is gyereket, hogy ötetnem, itatnom, kül szárazba rakni, nagyon nehéz, hogy amit kapunk, azt beosztom mindig, hogy legyen kenyére. Zsolti a legidősebb fiú, jövőre érettségizik a nagybecskereki május 9-es speciális iskolában, hegesztő lesz. Reméli, hogy mielőbb munkába is állhat. Öccse gondozásába is besegít, és napszámba is eljár édesapjával. Járunk igen, privátó valaki, ha hinnak, minden így szoktunk mindig menni. Meg járunk így a Tiszára nekünk, fáj, meg napnaptán, melyik nap, meg így. Meg eladásra, ha van, akkor eladjuk. A család türelemmel viseli sorsát, Dávidka is. A segítséget elfogadják, de nem panaszkodnak. A szülők csak abban bíznak, hogy a gyerekeiknek jobb sorsa lesz, mint amilyen nekik jutott.